Ebben a sorozatban meg fogjuk vizsgálni azt, hogy hogyan viszonyul egymáshoz az atya, a fiú, Izrael, és vajon mi a helyzet a Szent Háromsággal, vagy a Szent Kettősséggel, mi a szerepe a Szentléleknek, a Ruáknak, de fókusz azon lesz, hogy megértsük azt, hogy Jahua az atya és Jahusa a fiú nem egy és ugyanaz. A fiú nem az atya a földön, hanem az atyát képviseli, az atyát jeleníti meg számunkra a földön. Az atya soha nem látta senki, és nem is fogja mindaddig, amíg meg nem változunk testben. Ez a célja ennek a rövid sorozatnak, úgyhogy remélem hasznosnak fogjátok találni. Most, hogy megtárgyaltuk azt, hogy is működik a házasság, és hogy az atya és a fiú nem lehet egy lény vagy egy karakter, meg fogjuk nézni azt, hogy mik a további bizonyítékok arra, hogy nem lehetséges az, hogy az Ószövetségben az atya járkált a földön, illetve ő vele kötötte a házasságot az Izrael népe, illetve az Új Szövetségben a fiú és a jövendőbeli szövetség a fiúval lesz kötve, ez lehetetlen. De azok, akik követték az eseményeket és igazából megértették a házasságra vonatkozó szabályokat, illetve a további verseket, azoknak egyértelmű kell, hogy legyen, hogy az atya nem lehet a fiúval azonos, a kettő nem egy és azonos, még csak nem is egyenlő értékű a kettő. Ez egyértelműen kiderül a fiú szavaiból, Jahusá HaMashiach szavaiból. De Bamidbar 23-as fejezet, 19-es vers egyértelművé teszi ezt, mert így szól, nem ember Elohim, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mondé ő valamit, hogy meg ne tenné, ígéré valamit, hogy azt ne teljesítené. Elohim, azaz az atya, nem ember, és nem embernek fia. Ő nem változik meg. Ő nem ember, és nem embernek fia. Nézzük meg akkor, hogy Jahusá HaMashiach mit mond Mati Jahu 12-es fejezetben, 39-es vers. Ő pedig felelvén mondanékik, e gonosz és paráza nemzetség jelt kíván, és nem adatik néki, hanem ha Jóna profétának jele. Ugye a farizeusok és az emberek túlnyomó többsége azt akart, hogy valami csodát tegyen, hogy bebizonyítsa, hogy ő maga az a proféta, akit ők vártak. Mert miképpen Jóna, vagyis Jónás 3 éjjel és 3 napot a Cethal gyomrában, azonképpen az embernek fia és 3 nap 3 éjjel lesz a föld gyomrában. Azaz az embernek fia 3 nap 3 éjjel lesz a föld gyomrában, mikor láttuk azt, hogy nem ember az Elohim, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Kettő nem lehet egy és ugyanaz, sajnálatos, de nem csak ez az egy bizonyíték van rá, hanem a Brit Kardashában van, az Új Szövetségben van több tucat erre utaló idézet. Itt egy következő, Mati Jehu 13, 40, 42, miképpen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, aképpen lesz a világnak végén. Ez a magvető példázata, mindenki jól ismeri. Az embernek fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat, mind azokat, akik gonoszságot cselekesznek, bevétik őket a tüzes kemencébe, ott lészen sírás, fogcsikorgatás. Ő az embernek fia. Nem csak most, még akkor is az embernek fia lesz, amikor a világ végéről van szó. A világ aképpen lesz a világ végén, hogy az embernek fia elküldi az ő angyalait. Angyalai vannak majd akkor, ő még mindig embernek fiának mondatik. Márk 9.9.10. Mikor pedig a hegyről leszállának, megparancsolá nékik, hogy senkinek se beszéljék el, amit láttak vala, csak amikor az embernek fia a halálból feltámad. Hogyan lehetne ő az atya, mikor ő meghal, és abból feltámad? Hogyan lehetséges az atyának meghalni? Az egész gondolat elég borzasztó hangzik. Ezért tette világossá, hogy nem ember Elohim, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Úgy, amikor azt mondja, hogy mikor embernek fia halálból feltámad, hogyan lehetne ez a kettő ugyanaz. Még akkor is, hogyha, ha meg arról van szó, hogy a Földön
egy földi formát vet föl, akkor meg fogjuk látni a későbbiekben, hogy azzal mi a probléma. Ugyanis ez ugyanaz a karakter az embernek fia, aki végig a Tanákban, az úgynevezett Ószövetségben végrehajtotta azokat a cselekedeteket, amelyekről olvasunk. A csipkebokortól a kivezetés Egyiptomból való kiszabadításon keresztül mind végig ez volt az. Akkor lehetetlen az, hogy maga az atya legyen. Lukács, 12-es fejezet, de néknek a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, sok verébnél drágábbak vagytok. Mondom pedig néktek, valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, az embernek fia, azaz ő, is vallást tesz arról Elohim angyalai előtt. Még akkor is két külön karakterről beszél, hiszen ő az, aki majd vallást tesz Elohim angyalai előtt arról, aki őról a vallást tesz. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, megtagadtatik Elohim angyalai előtt. Aki ezt úgy képzeli el, hogy egy karakter három fejjel, vagy három személyiséggel, az egy másik történet, de ez szerintem teljesen egyértelmű, hogy két karakterről van szó, és az egyik nagyobb a másiknál, ahogyan ő azt elmondta, mi az előző részekben már ezen túl vagyunk. Az én atyám nagyobb nálam. Erről beszél itt is. Ő az, aki vallást lesz Elohim előtt. Ő az, aki közben jár értünk, mint egy főpap a mennyekben. A kettő, az atya és a fiú nem egy és ugyanaz, és a fiú nem az atya a földön. És amint ezek az idézetek is bizonyítják, ezt nem lehet másképpen értelmezni. Különösen Lukács 12, de Márk 9 is teljesen egyértelmű, hogy az atya nem lehet a fiúval azonos. Ígérem, hogy el fogunk jutni az teljesen egyértelmű bizonyíték, amikor megvizsgáljuk az ábrát az esküvővel kapcsolatban, a két esküvővel kapcsolatban tulajdonképpen, akkor egyértelműen ki fog derülni. Azonban nézzük meg még néhány verset addig, és ez pedig Tehelim, Zsoltárok 110, ami tulajdonképpen Mizmor 110, 1-2, és így szó. Mondd el Jahua az én Adonájomnak, Uramnak. Ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá. A te hatalmad pálcáját kinyújtja Jahua Sionból, uralkodjál ellenségeid között. Azaz Jahua mondja, ez pedig Dávid írja, azaz az ő, Adonai, Adon, urának. Jahua, Adon. Az Úr, Jahua, mondja az én Uramnak. Jahua az én Uramnak. Azaz két különböző karakterről van szó. Daud, vagyis Dávid, az ő Urának mondja azt az angyalt, Malak Jahua. Jahua angyalát, vagyis Jahua angyalt, ami Jehusá HaMásiák az új szövetségben, az ószövetségben pedig meg fogjuk látni, hogy mindvégig ő volt az. Ő Jahuát képviseli a Földön. Ő nem az atya másik személyisége, vagy a földi levetülése, ő képviseli az atyát a Földön. Ezért mondja azt, hogy Jahua mondta az én Adonnak, Adonájomnak, az én Uramnak, hogy ülj az én jobbomon, míg ellenségeid és zsámoljul vetem a te lábaid alá. Ez az angyal az, ami mind végig megjelent a Tanákban, akiről Balám beszélt, mikor látta a karddal ott állni, aki a csipkebokorban jelen volt, kihozta őket Egyiptomból, aki a parancsolatokat adta neki, aki házasságot kötött velük, ez mind ugyanaz a karakter volt, ami nem más, mint Jahua angyala, ami az ő nevét képviseli. Honnan tudjuk? Onnan, hogy ezeket elmondja, ezeket a dolgokat.
Ugyanez az idézet megismétlődik Márk 12:36-37-ben, hiszen Daud maga mondott a Ruach HaKodesh által, a Szentlélek által, mondd el Jahua az én Adonnak, Adonájomnak, Uramnak, ülj az én jobb kezem felől, míg nem vetem a te ellenségeid lábaid alá zsámol. Tehát maga Daud nevezi őt Adonájnak, hogyan lehetne fia ő neki? Ez ugyan arról beszél. Meg fogjuk látni, hogy ez kicsoda. Következő vers pedig a Vri zsidókhoz első fejezet. Így szól, minek utána Elohim sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk a fia által. Azaz, ahogyan kommunikált velük az úgymond Ószövetségben, ugyanúgy kommunikál velük most is az úgynevezett Új Szövetségben. Aki tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Aki által a világot is teremtette. Elohim a fia által teremtette a világot, hiszen ő a szava, ő beszélt, és ez keletkezett. Zsidókhoz 11-es fejezet 3-as vers. Ahogy beszél, úgy keletkeztek a dolgok. Ő a szava. Ezért teremtette az által. Erről beszél Saul Efézusiakhoz írt levelének 3. fejezetében, 9:11, és hogy megvilágosítsa mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Elohim ama titok felől, amely elrejtetett vala örök időktől fogva Elohimben, aki mindeneket teremtett Jahusa, Hamásiák által. Ez volt az, aki által teremtette az egész világot. Kettő nem egy és ugyanaz, ő általa teremtette, hiszen ő a szava. Miért? Azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal a gyülekezet által Elohimnek sokféle bölcsessége. Hogy mindenki megértse azt, azok által, akik értik ezt az egészet, akik a gyülekezet, az eklézsia, nem az egyház, nem a keresztények, hanem akik értik ezt, azok által ismertetik meg ez a világba. Persze ők ezt akkor már bőven elkezdték. Amaz örök, eleve elvégzés szerint, melyet megcselekedett Adonai Jehusa Hamásiákban. Mi az, hogy benned áldatnak meg a föld minden népei, amit Ábrahámnak ígér? Az volt az örök időktől fogva elrejtve, hogy ő el fogja küldeni a szavát, mint embert, hogy megváltsa a világot. Hogy megismertesse a világgal az ő nagyságát és az ő bölcsességét. Ez volt a titok, amit nem értett az ellenség sem. És az egész serege. Ezért ölték meg. Azt hitték, hogy ez az, amit tenniük kell. De a lényeg az, hogy a Husák, a másiák által teremtette a világot. Avri zsidókhoz 11:3-as vers, hit által értjük meg, hogy a világ Elohim beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Mit mondott az előbb? Azt, hogy aki által a világot is teremtette. Mit mond itt? Hogy az ő beszéde által teremtette. Azért, mert a kettő egy és ugyanaz. Jehusa HaMashiach maga a megtestesülő szava. Nem ő maga, a szava megtestesülve. Ő az, aki vezette ezeket az embereket a pusztában. Ő az, aki védelmezte őket, ő az, aki büntette őket, ő az, aki a köztünk járt, mint ember, és ő az, aki most is közben jár a mi ügyünkért előtte, az atya előtt. Hiszen ő a szó. Ha a szerint él valaki, akkor úgy jár közben, ha nem a szerint, akkor meg úgy. Ez az, aki által a világot teremtette. Aki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, aki a hatalma szavával fenntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván üle a felségnek jobbjára a magasságban. Nem azt mondja, hogy ő itt a földön, azt mondja, hogy az ő dicsőségének a tükröződése, a valóságának a képmása, az, aki a hatalma szavával fenntartja a mindenséget, hiszen a hatalma az atyától jött, amit ezt már megtárgyaltuk, és megszabadít a bűneinktől, megtisztítván. Miért? Azért, mert ő hibátlan volt, mert ő volt maga a szó, ezért tudott úgy élni, aszerint, hiszen ő volt maga a szó megtestesülése. Természetesen
Elohimet, az atyát képviselte itt, de nem volt azonos vele, nem lehetett itt mondja el, hogy miért nem. Ő a visszatükröződés, ő a képmása. Ő az, aki fenntartja a mindenséget, ő az, aki teremtette a mindenséget. Ja, Hükönön János egy első 15 vers elmondja. A szó, aki köztünk járt, aki mindent teremtett, aki kezdetektől fogva ott volt, aki Elohimmel volt, aki Elohim volt. Ez ő. Ezért érdemes utána nézni, hogy mik az eredeti szavak. Az, hogy Isten, az magyarul mind a kettőt jelenti. Össze-vissza használja az Úr, Isten szó. Ha megnézzük az eredeti, látjuk azt, hogy miről beszél pontosan. Nem arról beszél, hogy ő az atya, ő része annak, amit Elohim takar. Ő az, aki most ott van a felségnek a jobbján. Ki a felség? Az atya. Még mindig csak a jobbjáma. Hogy lehet a kettő egy és ugyanaz? Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt azoknál. Mi az a külön név, amit örökölt? Mi, hogy lesz kiválóbb az angyaloknál, az összesnél? Nézzük meg! Második Mózes Semut 23-20-23. Íme én angyalt bocsátok el te előtted, hogy megőrizzen téged az útban, és bevigyen téged arra a helyre, melyet elkészítettem. Melyik ez az angyal, aki vezeti őket a pusztában, a kóborlások során? Vigyázz magadra előtte, hallgass az ő szavára! Meg ne bosszansd őt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat. Mi a gonoszság? A törvényszegés. Mert az én nevem van ő benne. Miről beszél itt a zsidókhoz szerzője? Az, hogy amennyivel külön nevet örökölt annál. Miért? Azért, mert Yahuwah neve van benne. Yahusha. Yahuwah neve volt. Ő volt az, aki hordozta az ő nevét, az ő hatalmát, az ő karakterét, az ő törvényeit, parancsolatait, az ő instrukcióit és a Torát ezeknek az embereknek. Ezért mondja, hogy az ő neve van benne. Mert ha hallgatánd azt az ő szavára, és mindazt megcselekedéned, amit mondok, akkor ellensége lészek a te ellenségednek, és szorongatom a te szorongatóidat. Azaz, ha jársz az úton, akkor veled vagyok. Mi az út? Az instrukciók. Mert az én angyalom te előtted megyen, és beviszen téged, az emoreusok, kitteusok, perizeusok, kananeusok, kiveusok, jebuzeusok közé, és kiírtam azokat. Ez az angyal az, aki beviszi őket. Melyik ez az angyal? Az, ami annyival kiválóbb minden más angyalnál, amennyivel külön nevet örökölt azoknál. Mi ez a név? Yahuwah neve, ami benne volt.